Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Egy beállítást szeretnék bemutatni, ami eddig is benne volt a ördögtáncba, de igazából nem esett róla szó, tehát még én sem foglalkoztam vele. Úgyhogy ezt szeretném nektek bemutatni. Ami a lényeg, hogy ez most nem élő játékban, hanem imitálni fogjuk a dolgokat. Először is bemutatom a beállítást. Azt mondja, hogy ami a legfontosabb, hogy az ördögtáncnál minden esetben a pörgetések számát nem jegyzi meg a program, ezért minden egyes új indításnál feltétlenül be kell állítani. Én most beállítom a maximumra 20, teljesen mindegy, tehát ez a maximum. És akkor nézzük a többi beállítást. Az alaptét ebben az esetben 0,25 fillér. Bocsánat. Találati jelző megvan. Csak a színre fogunk játszani, hogy egyszerűbb legyen lepörgetnem a játékmenetét. Sima duplázása van beállítva, nulla védelem, és ami jön a lényeg, ez a váltás. A váltás ez tulajdonképpen nem más jelent, mint az, hogy amikor elindítjuk a játékot sima duplázással, és beállítjuk, hogy hányadik pörgetéstől váltson, akkor azt fogja tenni a program, hogy a játék közben a sima duplázásra indítja a tétadást, és amikor elérkezett a negyedik pörgetés is, utána a háttérbe ugye számolja dupla-duplával is, és a negyedik pörgetés után átvált dupla-duplába. Na most, aki sokat foglalkozott már a ördögtánca, vagy vette a fáradtságot és tesztelte is azokat, akkor tudnia kell, hogy a találatoknak a több mint 90%-a egy és a hét találat között jön be. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha megfelelően beállítjuk a pörgetést úgy, hogy a bankrollunkra figyelemmel legyen, akkor sokkal magasabb nyelést lehet elérni ezzel a úgynevezett agresszív játékmóddal. Most vagyunk az ötödik pörgetésnél, illetve az ötödik tétadás, most váltott. Tehát ebben a pillanatban átváltott 64-re, azaz a háttérben a dupla-duplázása, amit eddig számolt tétet, azaz azt adja föl, és adja a nulla védelmet is. És akkor most imitáljunk egy eltolódást, tehát most megint akkor piros, aztán megint fekete, tehát mostanunk a hétnél, tehát jelen pillanatban 1024 forint van fönt, 10.000 volt eredetileg a beállított bankról, mondjuk ne jöjjön be 7-es, vagy 8-a se, tehát 80 tartunk 4.000 forintnál a felrakott téttel, és akkor a 9-re megtalál. Abban az esetben 2530 forintot nyertünk, illetve bocsánat, a 8-ra talált. Tehát kifejezetten azoknak ajánlom, akik egy az, hogy szeretnek agresszíven játszani, ezért is csináltattam így meg a programot, hogy akinek van megfelelő bankrollja, vagy szeret kockáztatni a magasabb nyereség reményébe, akkor ezt megtehesse. Ez erre egyébként kiváló. Mindenkinek saját magát kell beállítsa a pörgetés számot, illetve pontosabban a váltásnál az, hogy mikor váltson át dupla-duplára, tehát ezt a beállítást mindenki maga döntse el, akár a saját tapasztalatai alapján, akár úgy, hogy elkezd elemezni korábbi kipörgetett játékokat, és annak alapján állítja be. Tehát ennek elég széles a skáráját, mert teljesen rátok bízom. Köszönöm a figyelmet, és eredményes játékot kívánok. Sziasztok!